Kedves nézőink, a képernyőn láthatják a pillanatnyi állapotot az első 20 perc után. Energeszti Gyöngyös Nyíregyháza vagy Nyírség FC 1-1 az első játékrészt követően. Hát finoman fogalmazok, azért meglepnék lepve, vagy meglennék lepve, hogyha valami más látnánk itt a folytatást illetően, mint az első félidőben. Az első félidőben több sportágat is felfedezni véltem a futszál mellett, hangsúlyozom, a játékba, aminek a játékvezetők, vagyis a sípmesterek teret adtak és engedtek. Nem nagyon fújkáltak ők a sípba, pusztán egyetlen egy fontos momentumnál. Ojjaj, Timon elfáradt, amikor is a labda nem a vonalon volt, az oldalvonal berúgásnál, akkor gyorsan elvették az ellenféltől, vagy csak éppen rúgni akarta a labdát, de amikor egymás bokájába vagy térdébe rúgdostak a fiúk, az nem annyira hatotta meg a két sípmestert, úgyhogy tulajdonképpen négy falttal kihúzták a nyírségiek az első félidőt, nullával az energiások. Hát majd meglátjuk, a második félidőben lesz-e valami izgalom. Hopp, kis, jó megmozgatás, Bartát kimozgatta a helyéről. Kis kapusunk, viszont még a hatoson belül ért hozzá kézzel, utána már nem. Ügyes volt Martin Boldizsár. Kicsit meglepődött a saját csapata is ezen. De az ellenfél is szerencsére, úgyhogy így csak bedobás. Kis bomba lövése. Hú-hú. Valahogy Gyöngyös Patánál találták meg a 9-es számú Daróczi Patrik bal lábát. Akkor a lukat rúgott, még ő is nevet rajta. Ujás fut be középre, a pak belelép a labdába, jobb oldalon sprintelnek ketten, kis nem adja szerencsére, majd csak most pak lövés, és ha jól láttam, akkor Barta Balázs testéről vágódik ki az alapvonalon kívülre a labda, így van. Így szöglet. Nem mondom, hogy unatkozunk a meccsen. Egyetlen egy dolgot hiányolunk, a gólokat. Tehát ez egy-egy találat mind a két oldalon, ez igen soványka. Jó volna még látni azért gólt. Atya világ, micsoda megmozdulások. Micsoda csel... Ilyen figurát már rég láttunk. Láptengó effekt volt. C egy kicsit maga mögé kapta a labdát, ezért nem tudott megindulni Barta. Elő Marosi futkározik keresztbe, hatosan hát a kap labdát. Most ő nem fog kapni egyelőre, mert C Marcinál labda, Gulyás. Gulyás, Marosi visszajött labdáért, így megkapta. C Márton, egy jó csel Marci befelé, igen. És most ott a lehetőség, és igen! A kapus lement spárgába, a labda viszont föl a bal felsőbe. Ezt várjuk, kérem, ezt vártuk már mióta. Gyerekek! Remélem, hogy C. Márton egy hatalmas gátat szakított át, mert most már potyoghatnának a gólok. Van még 8,5 perc a mérkőzésből. Azt nem mondom, hogy a Nyírség csapata nem védekezik derekasan, sőt, de hát, no. Igazából talán ez volt a második játékrész első igazi helyzete. Hozzá kell tegyük, hogy C. Márton ezt egy egyéni akció végén remekül be is fejezte. Tehát nem egy kifejezett csapatmunka volt. De nem baj, hát így is lehet eldönteni meccset, mert hogy egyéni képességek is, igen, jók a energia csapatában, és miért ne dönthetne mondjuk a mai mérkőzés sorsáról akár egy-két jó egyéni teljesítmény. Dobás lesz. Az biztos, hogy a vendégcsapat attól függetlenül, hogy nulla ponttal áll a tabella alsó helyén, 11. szám szerint, hát fog még itt borsot törni más ellenfél orra alá, és nagyon masszív kis csapatot látunk a pályán, még hogyha csak 8-an vannak is jelen. Azt nem mondanám, hogy elfáradtak. Barta egyből előre vágja a labdát. Ez most pórkapusé, de már félpályán az akció. Pek Tamás. Daróczi Patrik, nem ő kapja, Pek előre emeli, kis, befordul. Egy emelés,
Ez nem hetes? Vagy hatos? Vagy nem is tudom, mi van itt ebben a szabályban. Sárga lap, piros lap. Ó, kiskapus kiállították. Atyagatya, de kár érte, Martin Boldizsár mehet pihenni. Szerintem Csoszánszki fog beállni a kapuba. Vagy ha nem, akkor csodálkoznék. Ugye Kis próbálta a labda után menni, hogy átemelte a labdát, de elkaszálta a lábát Martin Boldizsár. A sípmester pedig élt a lehetőséggel is, megmutatta, hogy kihozta valamennyik színű kártyáját a mérkőzésre, tehát nem csak a sárgát, hanem a pirosat is. És be is rántotta. No, mi lesz? Lesz-e Iváncsik Norbi újra a kapuba, vagy pedig egy mezőnyjátékos kockáztat meg Berkes László? Az biztos, hogy 2 percig még ember hátrányba kell lenni. Szerintem azért a hatoshoz biztos kapus jön be majd, ha egyelőre minden rendben lesz. Így van, már fel is öltözött Iváncsik Norbi. Egy kicsit, félem a szóval, kihűltek az izmai, mert nem számított már arra, hogy még be kell lépni a pályára a mai nap során a mérkőzésbe. Egyébként remekül védett, amíg a pályán volt Martin Boldizsár. Talán azt lehet mondani, hogy ezt a szituációt bárki meglépte volna a helyette, hogy ne kapjon gólt a csapata. A kérdés, hogy Kis eltalálja a kaput, vagy fölé lövi. Őszinte vagyok, szerintem benne van mind a kettő. Nyilván 50% most még az esély. És belelövi! Belelövi a kapusba, Iváncsik Norbiba, középre ment a lövés, Iváncsik nem mozdult el. Nagyon jó, tehát egyelőre nincs egál, viszont van ember hátrány 2 percig. Az is tény. Úgyhogy hát még oda kell koncentrálni a fekete mezeseknek, hogy ne kapjon a gólt. Ugye ezért bejön Csoszánszki. A vendégek kérdés, hogy tudják-e a figurát, a húzást, és végig gurigatják a labdát, igaz, hogy 10 méterre az energia kapujától, mert hogy előbb-utóbb valakinél nem lesz majd ember, és lehet, hát így nem, lehet majd üres bepasszolni. Van még 15 másodperc ebben az ember előnyben a Nyírség FC-nek. Már csak 9. És jó a blokk Csoszánszki részéről, szuper. Daróci oda viheti a sarokba, főleg a csapattársa nyakára, Marosi, Csoszánszki és már Csoszánszki benne is a blokkba. Marosi indíthat, remek az indítás, Gulyás előtt a gólszerzési lehetőség, atya világúi. Hát előbb vagy passzolj, vagy lőd el, hát nem igaz. Nem Barta Balázsa hibás, az biztos. Bátran el kellett volna ülni, vagy tovább passzolni. Milyen szép lett volna 3-1, és akkor már el is dől a mérkőzés sorsa szerintem. Na de hát még van idő, 6 perc. Atya világ, mindenki a földön. És az energiások jöhetnek, de Csoszánszkinek fáj jobban. A bokája, vagy a jó ég tudja mi. Mind a két játékos térdel, egyelőre ez egy új póz, de ez nem szabványos a futszába semmiképp. No, segítség egyik oldalról sem, hogy jön Csoszánszki a keményebb legény, ő már talpon. A nyírségi fiúnak is muszáj lesz felállni. Ő is túlélte. Szerintem egy kicsit rájátszott Csáki Bertalan, hogy sárga lapot kapjon, vagy faltot. De a falt az jár. Így 4 faltja van a Nyírség FC-nek. Marosi most nem tudja mögé tenni a labdát. Kis jól veszi át, Kis. És remekül jött ki a kapusunk, Iváncsik Norbi. Na időkérés, vagy mi lesz? Nem? Mi történt? Rossz bedobás, úgy láttam. Igen, a spori ákt is arra, hogy a vonalon legyen a labda. Mondjuk a szabály ezt írja elő, az tény. Iváncsik. No. 5-4 ellen lett volna, vagy nem tudom milyen játék ez. Iváncsik középen nem jön csapattárs, üres a kapu, viszont óriási mázlő, hogy nem vették észre a nyírségi fiúk. Iváncsik most lehet a kontra, Csoszánszki jobb lábán a labda, Csoszánszki ellövi, és egy jó indítás. Most egy másik kontra. Gyerekek, ha így haladunk, elszédülünk. A kereszt lövés vagy passz nem jó, Csoszánszki. Ez hosszú, senkinek nem jött, de Gulyás még befutja. Atya világ,
Csoszánszki jól blokkol. Csáki. Lövését blokkolt a Csoszánszki testtel. Még azért van sok a meccsből, úgyhogy nem kell idegeskedni. Igazán pörgős lett a második játék rész, és az első fél időben sem panaszkodtunk erre, hogy nem az, de Csáki, új, micsoda cselek, Csáki nem tud lőni. Ó, kis feje mellett elsuhant a labda. Szerencsére mondanám. Marosi. Marosi jó tartja az ellenfelet is, meg a labdát is. Marosi még mindig, hopp, beült az ellenfél ölébe, lefordult. Eljátsza egy gyönyörű hasraeséssel, hogy szabadrúgás. Jászai Marit díjat megirigyelni, vagy megkaphatja ezen a meccsen. Van még egy kis vita, aztán Janit fel kell segíteni, természetesen ez megy még neki. Dajka húzza őt fel, megbeszélik, hogy hát mekkora nagy sérelem érte Jánost, a Energia csapatkapitányát. 4 perc van hátra, 5-5 falt mind a két oldalon. Kérem, a következő szabadrúgás vagy szabálytalankodás után jön a 10 méteres. Hát azért remélem, hogy lesz 10 méteresünk a mai estén. Az első fél időben is izgultam, hogy legyen, de aztán valamiért nem lett. Most viszont jön a mopp, ha nem is magától, hanem Timon Levente kezében. De érkezik, hogy az izzadságfoltot eltöröljék a pályáról, mert azért azt mondjuk meg őszintén, hogy veszélyes tud lenni. Timon Levi laza csukló mozdulattal ezt is megoldja, és már mehet tovább a játék. Csoszánszki csak hanyat ne essen. Viszont Csoszánszki akár a kapuba is zúgathatja a labdát. Nagyon úgy néz ki, hogy lőni fog, mert hogy senki nem legurításra számít, bár Marosi még tekinget kifelé Berkes László edző irányába, hogy mit lépjen, aztán ő megmaradt ott a Marosi próbál blokkolni. Kis, egy megkerülőssel, jön a kapus, üres a kapu. Hát, ez talányos, a játékvezető lefújta az akciót. Lenne a földön Iváncsik Norbi kapus, az kétségtelen tény. Volt már olyan, hogy tovább engedték a játékot, és ha befejeződik az akció, akkor fújnak a sípba. No, most a csapatkapitány és a Spori jön és megbeszélik, hogy mi a helyzet. A durvaság csak az lesz, hogy lehet, hogy faltot kapott a nyírség, és akkor így büntetőrúgás az Energia vára, mert hogy Csoszánszki vette kezébe a labdát, én úgy látom. Atya világ, itt nincs videóbíró, amit nem lehet visszanézni a szituációt. Megmondom őszintén, hogy hát ember legyen a talpán, aki eldöntötte, hogy most mi történt Iváncsik Norbival. Ő nagyon bátran belelépett a labdába, de minden esetre a játékvezetők szabadrúgást ítéltek a hazai csapatnak, az Energia SC-nek. Csoszánszki pedig büntethet 10 méterről. Pór László Istvánról egyet lehet tudni itt a mérkőzés során, legalábbis nekem az derült ki, hogy nagyon szereti a spárgázást, és lefelé megy általában bármely sarokra képes lecsúszni, úgyhogy fölfelé kellene rúgni a labdát, ha adhatnék tanácsot. Így van, megint lement spárgába Pór, és a keze és a lába között ellövi a labdát Csoszánszki. Ezzel 3-1-re vezet az Energia SC. Csoszánszki két gólos. Mondhatnánk, hogy a két rutinos energiás C és Csoszánszki megoldotta a mérkőzés végkimenetelét. De azért még van 4 perc, és a futszában láttunk már csodákat. Egy biztos, hogy a nyírségi csapat nagyon lelkes, nagyon küzd, de valahogy a befejezésekkel baj van. Tehát elől kisebb marad a feladat, hogy ő gólt rúgjon. Az első félidőben sikerült egyet, de a második játékrészben általában mindig belerúgta a labdát a védekező energiás játékosokba. Még akkor is, hogyha már nem volt előtte senki. Hatalmas indítás. Csoszánszki visszafejli a labdát. Ortáli küzdelem. Farkas. Hát igen, szerencséje volt most szerintem Marosinak. Oly! Ez mindent vitt. Még egy sárga lapot.
Hát igen, azt magyarázzák, hogy Marosi is odarúgott a nyírségi fiúnak, de az kétségtelen tény, hogy ez egy csúnya falt volt. Őszintén szóval elnézést kér a nyírségi fiú, legalább ez becsületére legyen mondva. Nem hiszem, hogy Barta Balázsra haragszik, de Barta Balázsnak nem jött jól ez a rúgás, amit Farkas Márton tett alá, enyhén szólva. Ugye a hétvégén az NB3-as labdarúgó mérkőzésen is megsérült Barta Balázs, és lejött a pályáról. Hát most kapott egy újabb puszit a bokájába. Hatalmas löket volt. Soszánszki pedig a félpályáról próbál lendületet venni, hogy megrúgja a harmadik gólját a mai este során. Nincs ezzel semmi gond, nem is lepődnénk meg nagyon rajta, hogyha ez is bemenne. Pór továbbra is csak azt mondom, hogy akkor tudja megfogni a labdát, hogyha nem megy le alfába, vagy legalábbis párgába, hanem talpon marad. Azért tegyük hozzá, hogy Csoszánszkinak a lövő ereje átlagon felüli, úgyhogy összességében nehéz az ilyen lövéseit megfogni. Na nézzük, Csoszánszki vagy Pór? Ah! Most Csoszánszki eltévesztette az irányt, amit ritkán szokott, de ez van. Marad a 3-1, és marad az izgalom még a hátralövő 4 percben. Kis jön vissza. Nem tudta megtartani a labdát. Csák és Kis most letámadnak. Megállítják az órát a játékvezetők. Mi történik vajon? Még egy időkérés? A közönség nevet. Nem tudom, Hofi Géza jött meg talán? Bár ő biztos nem. Szerintem időkérés, nem más. És hogy ha már tudjuk, hogy az energiásoknál volt a labda, akkor tudjuk, hogy az energia kéret időt a szabály értelmében. Tehát Berkes László próbálja elmagyarázni, hogy mit is kell majd csinálni a pályán a hátralévő 4 perc, 2 másodpercben. Az biztos, hogy az utóbbi másfél-két percben jó dolgokat csináltak az energiás fiúk, mert hogy 3-1-re vezet a feketemezes hazai csapat. És hát ugye a nyírségiek már összekaptak 7 faltot, tehát innestől kezdve nekik minden szabálytalanság után jön a falt. Az energia pedig kérdés, hogy oda tud-e még figyelni és koncentrálni, hogy ne szabálytalankodjon, mert ha arra kerül a sor, akkor véletlenül a nyírségnél Kis Tamás is szívesen bombázza a labdát kapura 10 méterről sorfal nélkül. Na az idékéri kérés után mehet tovább a játék. Ugye az első fütőben nem volt időkérés, a másodikban most már 2. Mind a 2 az energia részéről. Finom kis talpalás Csoszánszkira. A játékvezető tovább engedi. Farkas Márton volt az elkövető, de ezt már nagyon nem is vesszük észre. Jó. C. Marci lőtt messziről. Talán kicsit időhúzás jelleggel. Kis, vissza. No. Ez rossz passz, Dajka. Talán elfáradni látszik az USA Nyírség FC. Ez egy rossz megoldás, Dajka. Mármint nem Dajkáé, hanem a gyöngyösi kapusé. Dajka emelne előre. Csák, Bertalan várja a labdát középen. Egyelőre nem ő kapja, hanem Farkas. Csák kifordul balra. Célök rajta egyet, nem számít, mehet tovább. Pek Tamás bent, C és Csák csatája. Na, most már valakinek passzolni kell, nem kell, elesik a labdában, így is jó. Ez az átadás jó, Farkas. Kis megpróbálja becsempészni magát, nem sikerül. És kifelé, Barta. Ő dobhat. Na, meg kell kötni a cipőt újra. Ez nagyon megy nekünk, a kapusoknak a cipőjét kötjük. Első félidőben is, a második félidőben is. Erre szokták mondani, hogy húzzák az időt, de a futszában nem lehet időt húzni, mert tiszta játék időt mérnek, úgyhogy most áll az óra.
Érdekes, hogy ez a játék meg tudta őrizni ezt a szellemét, hogy nem futóórával játsszák, hanem minden egyes labda kimenetelni megáll az óra. Ó, atya világ, Csoszánszki, de megkegyelmezett a kapusnak. Ilyenkor az el szokta engedni a lengőt, és simán kapásból lő egy hatalmasat Csoszánszki. És megint megállnak ott elől a fiúk, aztán mégiscsak visszajönnek. Jó van, Peck. Kis, próbál lefordulni, arra rossz irányba megy. Farkas. Kis. És C lábáról kerül ki a labda. Nagyszerű védekezés. A Spori pedig egy újabb futballlabdát kér. Egy bőr. Csoszánszki néz nagyot hátra, hogy mi történik. Csáki Bertalan próbálta a sarok felé juttatni a labdát. Ez megvan. Kis. Na, Peck. Ó, ezt nem pörgetni kellett volna, hanem lőni, kérem. Ez már oda. Csoszánszki, atya világ. Még a lelátón is hanyatt estek a nézők. Megijedtek, hogy oda fölkerülhet a labda. De nem, mert ott a labdafogó háló. Csoszánszki az ilyeneket régen azért bevarja a hosszú felsőben, vagy bevarta. Most már talán ő is kicsit lehiggadt. Ó, atya világ. Na hát erről beszélünk, a nyírségi fiúk. A befejezésben nem remekelnek, most például Farkasnak lett volna lehetősége lőni, nem lőtte el a labdát. Marosi pedig próbálja meggyőzni a játékvezetőt, hogy mégiscsak az övék a labda, nem az övék a labda. Még 2 perc a mérkőzésben, 3-1-re vezet az energia a nyírség ellen. Ami azt jelenti, hogy az energia 4 pontja mellé érkezik, 3-7 ponttal oda fölfelé tolódik a mezőny. Ha mondjuk az előtte levő csapatok nem nyernek, akkor akár még a dobogóra is felkúszhat az energia. Na, mi lesz ebből? Kikap faltot? Na? Befelé, akkor most ez 10-es, mert hogy Barta szabálytalankodott, beszorította a labdát a lába közé, és nem engedte. Igen. Nincs miről beszélni, gyerekek. Most jöhet a 10 méteres helyett, ugye már, mivel a szabadrúgás pontjánál is lehet végezni. Van sorfal? Nem hiszem el, hogy közvetett ilyen lehetséges a szabályban. De közvetett szabadrúgást adnak a játékvezetők. Szerintem az 5. után már nincs ilyen, de nem baj, ők végezték el a tanfolyamot. Mi csak szurkolunk az oldalvonal mellől. 2 lesz a sorfalban, Barta a kapufa mellett. Nagyon túl van biztosítva Iváncsik kapuja. Szerintem nem kell, mert hogy Kis nagy erőkkel küldi a labdát meg kapura, de biztos, hogy blokk lesz. Na, egy csel, kislő. És mondtam, leblokkol a védőfal, nincs gond. Marosi föl a levegőbe, megy az idő vele, az tény. A nyírség csapata alaposan megizzasztotta az energiát azért, hogy nyerni tudja ezt a találkozót. Hát voltak nagy ütközetek, nagy csaták. Mindenki túlélte kisebb-nagyobb rúgással a sípcsontján, vagy egyéb más porcikáján, ez kétségtelen tény. Marosi még visszagurítja a labdát. Bartalő és Pór véd remekül. A bal alsó sarokba tartó labdát kitessék elé az alapvonalon túlra. Ilyet a szöglet. Barta hosszún üresen, középen Csoszánszki. Csoszánszki kaphatja a labdát, meg is kapja. Már lövésre nagy lehetőség nincs, ha csak nem cselez majd befelé. Nem. Kicsit túl gondolta a fekete 8-as. Dóci. A bőr egyszerűbb is jobb lett volna. Csoszánszki elővé a labdát. 50 másodperc a mérkőzésből. Van még egy pici izgalom, de már talán csak a szépítő gólért, ha lehet ezt mondani, küzd a vendégcsapat. Lehetne mondjuk 3-2. Kis szöglet Barta lábáról. Jó kis izgalmas találkozó volt, roppant kíváncsi leszek majd Kerecsen László és Berkes László edzőknek a véleményére a meccs után. Hogy ők hogy látták ott a oldalvonal mellőtt. Daróci még húzogat egy kicsit, ott az lehet, belefér, szöglet. Iváncsik dobálta magát egy kicsit fölöslegesen. 2 fiatal kapusunk időnként túl lelkes, lehet kis higgadtság, majd tapasztalat. Csoszánszki kifejli a labdát. Még ott van, Farkas, Kis előtt, és pontosan Iváncsik mellére lövi a labdát, Kis. Barta jól veszi át, jó keresztlabda, nincs csapattárs.
Igen, Marosinak lett volna ott kocognia tovább, de már azért nyilván fáradtak a fiúk. 20 másodperc van még a meccsből, 3-1-re vezet az Energia. Egy remek, küzdelmes találkozón vagyunk túl. Jó, hogy kijöttünk erre a mérkőzésre, én azt gondolom, sok minden izgalmasat láthattunk. Egy biztos, a nyírségnek továbbra sincs, vagy nem lesz pontja. A negyedik fordulót követően még az Energia 4 pontja mellé 3-at gyűjtött, ezzel 7 pontos, és nyilván az ötödik helytől egy picit kedvező pozícióba várhatja majd a következő fordulót. C. Márton cserezget még ügyesen, aztán na, kikapja még a labdát, 1 másodperc, már senki, mert 3/10 másodperc van hátra. Ezt is ritkán lát. Egy lövés, még egy kapusvédés, atya világ még. 12 század, létezik ilyen az eredményjelzőm? Egy 1,2 másodperc segít itt a kollégám, köszönöm szépen. Itt a vége, fuss el vége. 3-1-re nyer az Energia SC a Nyírség ellen. Kérem szépen, egy mozgalmas és izgalmas találkozót láttunk. Kedves nézőim, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. Kedves nézőink, ez volt már a Sporthét. Stábunk valamennyi tagja nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.